Mégsem vonul ki Európából a nyílt társadalom alapítványok, ezt Soros György fia jelentette be. Közösségi oldalán azt írta, itt maradunk, és ugyanolyan elkötelezettek vagyunk az európai projekt mellett, mint régen. Alexander Soros a politikónak azt is elmondta, hogy szervezetük a jövőben Kelet-Európára összpontosít. Azért vagyunk itt, hogy itt is maradjunk, és ugyanolyan elkötelezettek vagyunk az európai projekt mellett, mint régen, írta Alexander Soros a közösségi oldalán. Soros György fia ezzel egyértelművé tette, hogy nem vonulnak ki Európából. A Nyílt Társadalom Alapítványok szinte teljesen kivonul az Európai Unióból, jelent meg augusztus közepén a Szabad Európa oldalán. A cikkben azt írták, hogy a Soros György által alapított alapítványok igazgató tanácsának döntéséről írásban kaptak tájékoztatást a magyar partner szervezetek. Ebben az áll, hogy a szervezet lényegében megszünteti tevékenységét az Európai Unióban és a világ más részeire helyezi át forrásait. Mindez azután történt, hogy a 93 éves Soros György nyáron hivatalosan is átadta több milliárd dolláros birodalmának vezetését 37 éves fiának. Azok a sajtóhírek, miszerint a nyílt társadalom alapítványok és Soros elhagyja Európát, félrevezetőek. Nem megyünk el, hangsúlyozta a Soros birodalom új vezetője a brüsszeli politikónak. Alexander Soros kiemelte: Csak arról van szó, hogy a nyílt társadalom alapítványoknak meg kell változnia. Ahogy mondta, kelet felé mozdulnak el. A Soros alapítványok pedig ennek megfelelően fogják majd megváltoztatni a prioritásaikat Európában. Alexander Soros, ahogy a cikk szerzője fogalmaz, meglepő módon igazat adott egy magyar kormánytisztviselőnek, aki kétkedve fogadta a nyílt társadalom alapítványok kivonulásáról megjelent sajtóhíreket. Az európai integráció, amiben élünk. A magyar politikus, aki már rögtön álhírnek minősítette a Soros alapítvány kivonulását Európából, nem más, mint Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. Orbán Balázs a Soros Alapítvány távozásáról szóló sajtóhír megjelenésének napján a közösségi oldalán azt írta: Az ilyen kérdésekről nekünk, magyaroknak vannak történelmi tapasztalataink. Csak akkor hisszük el, hogy a megszálló csapatok valóban távoznak a kontinensről, ha az utolsó soros katona is elhagyja Európát és Magyarországot. Ettől még messze vagyunk. Ezt most Alexander Soros meg is erősítette.